40-re emelkedett az észak-törökországi szénbányában péntek este történt robbanás halálos áldozatainak száma. Szulejmán Szojlú belügyminiszter szerint 110 ember volt az Amaszra város melletti bányában a katasztrófa idején. Közülük 58-an sértetlenül jöttek a felszínre, 11 bányász pedig megsérült. Egy ember hollétéről egyelőre nincsenek információi a hatóságoknak. A lent dolgozók családtagjai közül sokan egész éjjel a bánya bejáratánál várták a híreket. Az előzetes vizsgálatokból úgy tűnik, hogy sújtó légrobbanás történhetett a tárnában, azaz a metán és a levegő robbanóképes elegye gyulladt be. Szombaton Amaszrába utazik Recep Tayyip Erdogan török elnök. A hatóságok azt is bejelentették, hogy 12 ember ellen eljárást indítanak, akik állítólag provokatív tartalmakat osztottak meg a közösségi médiában a szerencsétlenségről.